És még mindig az ápolók nemzetközi napja kapcsán az ápolók iránti elkötelezettségről és elismerésről beszélünk, hiszen kiállást szorgalmaz az ápolókért az ISZOM, és itt van velem a stúdióban Huszti Andrea, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóinak is! Önök azt mondták, hogy az elismerés akkor az igazi, ha jó szó mellé méltányos jutalom is jár. Az önpártja szerint tehát a mostani jutalmazás érezés nem méltányos. Mi lenne ön szerint az? Igen, ö, igen, nagyon fontos a, a megbecsülés, és, és, az én pártom az Igen Szöjdétes Magyarországért mozgalom azt szeretné, hogyha ez minden dolgozóra vonatkoztatva lenne, de különösen a, az egészségügyi dolgozókra, akik most nagyon rossz helyzetben vannak. Ez az egészségügyi szagáti jogviszonyról szóló törvény, amit a mi pártunk ö, kezdettől fogva mond, hogy vonják vissza. Ugye ezt a mi országgyűlési képviselőnk Székely Sándor meg sem szavazta annak idején a parlamentben. A, a többi ellenzéki frakció is, ugye ez, ez együttetően szavazott a fidesz erre a törvényre, tehát, hogy mi kezdettől fogva mondjuk, hogy vonják vissza. Ez szerintünk egy nagyon súlyos intézkedés volt, hogy a, a pandémia alatt történt ennek a, a, a törvénynek a bevezetése, mert az eleve is kevés létszámú, vagy lecsökkent létszámú rendszerből, ugye most még 5500 fő elment, illetve akik ott maradtak, azok, azok mondhatom úgy, hogy nagyon csúnyán ráfáztak, mert azért a műszakpótlékókokán leginkább sokkal kevesebb lett sokuknak a fizetése. Én több volt kollégámtól, mert ugye én húsz évig voltam ápolónő és több volt kollégám keresett engem meg, és van, akinek akár 40 ezer nettóval is kevesebb lett a fizetése most a március elsőjei a törvény bevezetése óta. Igen, de azért a béremelés egy folyamat, ami elkezdődött, és még nem fejeződött be. Elkezdődött, de most valahogy ennek a törvénynek a bevezetésének a folytán, ez most bércsökkenés lett gyakorlatilag. Az rendben, hogy nem az alapbérük csökkent konkrétan, de olyan olyan súnyi intézkedések vannak ebben a törvényben, a, amivel mégiscsak az lett a vége, hogy lecsökkent a, a fizetésük. Úgyhogy az igen szolidaritás azt mondja, hogy hogy a megbecsülés nem csak szóban kell kifejezni, hanem hanem a fizetésben is. Ezzel ez szerintem ettől... sokan egyetértenek, vagy mindenki egyetért. A kérdés ugye az, hogy honnan lehet elvenni, hogy a ápolók kapjanak például az orvosok bérét, csökkentették volna mondjuk a többiek bérének, már úgy értem, hogy az emelést ből inkább az ápolóknak, vagy inkább más egészségügyben dolgozóknak adtak volna? Igen, a, a pártunknak ugye van egy programja. Ebben ö, ö, sok alapvetés van, egyébként a címe igen, szocializmus, mert hogy, hogy erre felé megyünk, és ebbe ugye benne van a nettó 250 ezer forintos minimálbér, ami, ami a dolgozók által megtermelt javaknak ez csak a 16 százaléka. Tehát ezt simán elbírná. elbírná, a gazdaság, csak éppen ugye a, az állam és a tőke mohóságát kéne visszafolytani valamennyire. És, és azért, hogyha egy 250 ezer forint nettó alapbérük lenne az ápolóknak, már, már az is egy sokkal nagyobb lépés lenne, mint ami most jelenleg van. De ez a 250 ezeres minimálbér, amiről ön beszél, mondjuk egy kis vállalkozás, hogyan tudná kitermelni, hogy a dolgozó kezébe adjon 250 ezer forintot? Igen, hát ebbe is mi radikálisak vagyunk, mert nekem volt egy beszédem, Hú, most nem tudom már megmondani, hogy mikor, de abban elmondtam, hogy aki, aki nem tudja ezt kifizetni, az ne hívja magát vállalkozónak. Tehát, hogy az, az akkor, annak ne legyenek alkalmazottai, nyilvánvalóan át kell alakítani még mást is a, 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 a rendszerben, a munkáltatói terheket is, stb., de akkor is, tehát a, mondom még egyszer, hogy a a, a dolgozók által, tehát a fejenként megtermelt javaknak a 16%-áról beszélünk ezzel a 250 ezer forinttal. És is? ezért most Hogyha. a mi pártunk aláírásgyűjtést is kezdeményezett május 1 -től. először online formában, később majd személyesen országjárásunk is lesz ezzel kapcsolatban. Tehát a 250 ezer forintos minimálbérért mi aláírásgyűjtést is kezdeményeztünk, és a célunk az, hogy 325 ezer aláírás összegyűjön szeptember 11-ig, amikor is majd megrendezzük a Munkásbüszkeség Napját. Erről biztos fogunk még beszélni sokszor itt is a Jó reggelt Magyarországban. Picit beszéljünk a baloldali előválasztásról, ugyan az önök miniszterelnök jelöltje Szanyi Tibor, de mit szól a miniszterelnök jelöltek listájához? Kit lát esélyesnek közülük, és mennyire látja Gyurtyá Gyur Gyurcsány Ferenc jelenlétét, mint mozgató rugó itt a háttérben? Hát az a helyzet, hogy ugye, ahogy mondta is, mi nem fogunk indulni a, az ellenzéki előválasztáson, mert mi azt gondoltuk eleinte, hogy tava, hát a tavalyi évben ugye én sokat leveleztem az ellenzéki pártokkal, ami ö, nem. Ö, amire nem nagyon válaszoltak, ugye a borsodi választás kapcsán is, stb., hogy, hogy mi részt vennénk, de aztán rájöttünk, hogy ez az előválasztás nem a programok versenye lesz egyrészt. Másrészt azt gondoljuk, vagy azt látjuk, hogy, hogy azért ez az előválasztás a választópolgárok két-három százalékát mozgatja meg, tehát hogy, hogy, reprezentatívnak nyilván reprezentatív lesz, de azért ez mégiscsak egy, egy, egy kicsi szám. És, és, az összefogott liberális és jobboldali pártok viszont magukkal foglalkoznak. Egyrészt én most elmondhatnám itt mindenkiről külön-külön a véleményemet, de, de nem tudjuk, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt, és, és a nagy problémánk az ez is, hogy ők ezzel vannak most elfoglalva, és valószínűleg őszig ezzel is lesznek elfoglalva, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt. Ilyen-olyan liberális és jobboldali emberek versenyeznek, baloldal nincs, a baloldal mi vagyunk, és mi ebben már már sokkal előrébb járunk, hiszen tavaly július 18-a óta van egy kongresszusunk által megválasztott miniszterelnök jelöltünk. Több mint fél éve elérhető az Igen, Szocializmus című program a honlapunkon. De látja Most már azért öt a háttérben Gyurcsány Ferencet itt a baloldalon? Bár ön szerint ugye nem baloldalról van szó, hanem mondjuk szivárványkoalíciónak hát én SDS 2.0-nak szoktam hívni, de igen, hát nyilván, nyilván van a háttérben e, Gyurcsány Ferenc. Most ez a, az indexnek a, a, szavazása egy kicsit ö, meglepő volt. Úgy látszik, hogy nincsen már olyan nagy ráhatása a, a, politikára, vagy, vagy erre a hatós fogatra, mert számomra meglepő volt, hogy Dobrev Klára azt hiszem talán a harmadik helyen Igen. sikerült. Azt meg viszont nagyon szomorúnak tartom, hogy Jakab Péter az első. Nagyon szépen köszönöm, legközelebb folytatjuk majd innen. Huszti Andréát, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnökét hallották. Köszönöm.